Bemutatta a programjának Marosvásárhely digitalizációjára vonatkozó részét Sós Zoltán. A magyar pártok által támogatott polgármesterjelölt IT szakemberekkel közösen dolgozta ki és mutatta be tervét, amellyel a várost a régió egyik kiemelkedő digitális központjává tennék. Tucatnyi marosvásárhelyi informatikus gyűlt össze, hogy a város digitalizációjáról, illetve az iparág fejlődéséhez szükséges fejlesztésekről beszéljenek. A találkozón Ungvári Csongor szoftverfejlesztő egy olyan információs portál és mobiltelefonos applikáció tervéről beszélt, amely lehetővé tenné, hogy például közlekedési dugókról, útjavításokról valós időben szerezzenek információt a városlakók. Marosvásárhelyen évente több mint 400 egyetemista végez valamilyen informatikához köthető szakon. Ez a városnak egy kiaknázatlan erőforrása. Többek között ezzel indokolta egy marosvásárhelyi technológiai és innovációs park létrehozását Vészabó Péter informatikus, az RMDS tanácsos jelöltje. Nem csak adó szempontjából lennének befizetői, hanem a bérekből is nagyon sok pénzt tudnánk szerezni, illetve nagyon sok költséget megtakaríthatnánk azáltal, hogyha a vásárhelyi közintézményeknek a szervereit ebbe a saját adatközpontba tudnánk tartani, illetve nagy IT multik is érdeklődtek az iránt, hogy vásárhelyre szeretnének jönni, és általában önkormányzati akadályokba ütköztek eddig. Ezen szeretne változtatni Sós Zoltán polgármesterjelölt, aki elmondta, a városban számos sürgősen megoldandó probléma van, mint az eladósodás, korszerűtlen tömegközlekedés, de ennek ellenére fontosak a hosszú távú beruházások is, mint a közintézmények digitalizációja vagy a technológiai park létrehozása, mondta el a polgármesterjelölt. Nem kell mi se Kolozsvár, se nagyvállalathoz forduljunk az IT megoldások és az innováció tekintetében, hanem itt kell megteremteni a lehetőséget, és ebben kell a város partner legyen. A hasonló kezdeményezéseket segítse, támogassa, amit ma is hallottunk, azokat az ötleteket, megoldásokat felkarolni. A polgármester jelölt szerint az eddigi városvezetés okolható azért, hogy Marosvásárhely a romániai városok Smart City rangsorán mindössze a 22. és olyan városok is leelőzték, mint Botosány vagy Fogsány. A listát vezető Gyulafehérváron 106 ilyen jellegű projekt indult el, Marosvásárhelyen pedig mindössze 7. Sós Zoltán az IT-ipar képviselőivel közösen a várost az országos élvonalba emelné.